Szeretettel köszöntöm a Lélekmód hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Szabó Erika, a mentálhigiénikus. Szervusz, Erika! Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem először vagy a stúdióban, nyilván nem is utoljára, viszont nem csak, hogy nem először, hanem a téma is ismétlődik, hiszen az előző adásban arról beszéltünk, hogy a szégyen vajon hogyan definiálható, hogyan legyőzhető, milyen okai vannak, de annál nagyobb téma, mint hogy egyetlen adásban le tudjuk ezt. És legutóbb ugye a Petrőc Laszival elbeszéltünk arról, hogy ennek nagyon fontos szellemi mondani valója is van. Van esetleg kedved összefoglalni, és akkor utána indítunk a lélektani részével. Igen, talán azért foglalnám össze, mert ahogy az ember szellem lélek testből áll, és központi részünk a szívünk, ugye minden dolgunk a szívünkből indul ki, és ezért a szívünknek az állapota nagyon meghatározza a lelkünknek az állapotát is, és ebből kifolyólag a lelki egészségünknek a minőségét is. És ezért gondoltuk, hogy jó lenne szellemi és lelki aspektusait is megvizsgálni a szégyen témájának, hiszen a szégyen azért kialakulásának az oka mégiscsak szellemi, a bűn, az eredendő bűn, a saját bűnünk és az ellenünk elkövetett bűnöknek az összessége akár. És ugye beszéltünk arról az első adásban, hogy ez a bűn beköltözött az ember szívébe a bűnbeesés után. Előtte nem volt jellemző az emberre a szégyen, sőt, Isten meg is kérdezte Ádámot, hogy ki mondta neked, hogy meztelen vagy. Tehát, hogy az intimitásnak egy olyan szintjét élték meg, amikor szégyen nélkül bátran merték vállalni önmagukat, merték akár megmutatni is önmagukat. És ez az, ami örökre elveszett. Igen, és mindezt méltósággal, hiszen ott volt körülöttük a dicsőség ruhája, ami eltűnt a bűnbeesés után, és követte a szégyen, az elrejtőzés és a félelem, és ez a szégyen tetőződik tulajdonképpen az eredendő bűn által, még a mi saját bűneinkkel is, vagy az ellenünk elkövetett bűnökkel is. És Laci beszélt az Ézsaiás 53-ról, ami fantasztikus, hogy Jézus Krisztus magára vette a kereszten a mi szégyenünket, meggyalázták, levetkőztették, tehát minden szinten megszégyenítették, és ezért nagyon fantasztikus az, hogy Jézus Krisztusban nekünk a megváltás által a szégyenünket dicsőségre és tisztességre cserélte át Jézus vérével. Úgyhogy így összefoglalva még annyit mondanék az első adásból, hogy ugye beszéltük, hogy jöhet kívülről is ez a szégyen, mint egy ilyen ruha, hogyha meg szégyenítenek bennünket, vagy például a Biblia is említi a rágalmazást, vádlást, és ez is nagyon fontos, hogy az igazságon alapuljon mindenképpen a szégyennek is a rendezése. Mert hogy ezzel a megváltáson kívül van nekünk személyesen dolgunk a lelkünkkel kapcsolatban, és nyilván most te erre fókuszálnál, hogy folytassuk a témát. Igen. Az első legfontosabb akkor, hogyha megértettük ennek a szellemi eredetét, hogy esetleg lélektani szempontból is tárgyaltok eredetet, forrást, és fontos ez ahhoz, hogy mondjuk te segíteni tudjál valakin, hogy visszakeresd azt, hogy ez honnan ered az ő személyes életében. Igen, nagyon fontos, mert ahogy említettem, nem születünk szégyennel, szégyenérzettel, hanem mivel szociális lények vagyunk, ezért, ahogy a múltkori adásban is említettük, létezik ilyen, hogy a személyiségnek egy pszichoszociális fejlődési folyamaton kell keresztül mennie, ami ugye 8 szakaszból áll, és ezek az élet szakaszok nagyon fontosak ahhoz, hogy egy érett, egészséges személyiségünk tudjon kialakulni,
És mint ahogy azt ismerjük, tapasztaljuk, a lelkünkre nagyon is nagy mértékben hat a szocializáció, az életmód, és természetesen a szellemi dimenzió. Ezekben a szakaszokban nagyon fontos, hogy a család és a szülők támogatása meglegyen, hogy biztosítsák azt a környezetet, amiben a személyiségünk ki tud fejlődni. És beszéltünk egy olyan szakaszról, amit az autonómia kifejlődésének szakaszának hívunk. Ez a 1,5-2-3 éves kor közötti időszak, amikor egy kisgyerek már megtapasztalja, hogy anyukától függetlenül is létezik, van saját akarata, és ahogy a kis kedves tiltó parancsokat meghallgatja, kereteket kap, beintegrálja, és az már a sajátjaként tud utána tovább működni, ez nagyon fontos, hogy ez az integráció megtörténjen, és így alakul ki az autonómia érzése, egy olyan hasznos függetlenség érzés, hogy én magam is meg tudok tenni dolgokat, számítok, fontos vagyok, fontos a véleményem, és meg tudom oldani egyedül is akár a dolgokat, ha kérek és szeretnék segítséget kérni, kapok segítséget, tehát nagyon fontos, hogy egy bizalommal állhat és álljon a szülő felé a kisgyerek, hogy ebben ő támogatva van. Viszont ebben az időszakban nyilván átéli azt is, hogy meg kell felelnie ezeknek a parancsoknak, tiltásoknak vagy szabályoknak. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ez az ideális eset. Ez az így van. És ugye, amikor nem ideális ez a környezet, ami a gyakoribb, ugye? Ami sajnos a gyakoribb. Érdekes, hogy szerintem a magyar kultúrában nagyon erősen benne van ez a fajta, akár mondhatni, megszégyenítés is, hogy egy kisgyereknek ebben az időszakban sajnos elég gyakran mondják, hogy szégyeld magad, mit csináltál, milyen vagy, de buta vagy. És egyből átérzi azt, hogyha én nem felelek meg ezeknek az elvárásoknak, akkor én nem is vagyok jó, nem is vagyok elfogadható. És van, hogy a saját személyére fordítja le ezt a fajta nem elfogadást. Nem a cselekedeteire, hanem a személyére. És így sérül. És az messzire vezet. Így van. Az önazonossága, az önképe sérül tulajdonképpen, és nem egy autonómia, hanem egy szégyenérzet alakul ki. Mi a különbség a kettő között? Az autonómia nyilván az a szégyen nélküli függetlenségünk és az önállóságunknak a megélése. Talán ettől félnek lehetek. A szülők a magyar kultúrában, nem, hogy mi lesz akkor, hogy nem fogja tudni, hogy mi a rossz, és nekünk el kell mondani neki, hogy ezt nem szabad, és hogy ehhez a szóhasználat jár csak, hogy szégyeld magad, de hogy igazából a szülők azt akarják, hogy legyen benne egyfajta távolságtartás a rossz dolgoktól, csak ugye, amit te is mondasz, ez így összekeveredik. Fontos, igen, kereteket adni. De hát én is például szülőként tanultam ezt meg egy nagyon-nagyon kedves és profi tanárnőtől, hogy sohasem a gyermeket minősítjük, hanem az ő cselekedeteit. És itt értettem meg, hogy mennyire fontos az, hogy külön kell választani a személyt a cselekedeteitől, és ezt a Bibliában is így látjuk, hogy Isten feltétel nélkül elfogadja az embert, mert szereti, de a cselekedeteit igenis megítéli, és igazság alapján kell nekünk is a cselekedetünket megítélni. És ezért nagyon fontos, hogy külön válasszuk a dolgokat, a lelki és szellemi szinten is például, vagy külön válasszuk a cselekedetet a személytől, az önképtől. Ehhez tudsz esetleg egy gyors gyakorlati példát adni, hogy mindenki számára világos legyen? Igen, nemrég volt egy olyan konzultációs lehetőségem, vagy alkalmam, amikor hát egy igen felnőtt korú emberrel kellett már ezekről a dolgokról beszélgetni, és megdöbbentően tudhatni a felnőtt kori
önmagára is az embernek, hogy kisgyerekkorában, vagy kisgyerekkorától kezdve, hogy bánik a szülő a gyermekkel, jelen esetben már egy 40 éves emberről beszélünk. Aki ezt tehát ez normális, hogy az ember ezt nem felejti el. Vagy sajnos beleég a személyiségbe, és a mai napig engedélyt kér dolgokban, vagy tehát, hogy egyszerűen annyira nem mer önállóan döntéseket hozni, fél a következményektől, nem meri vállalni akár az ő döntésének a súlyát. Tehát nagyon nagy kihatással van akár a felnőtt korra is. És ezt egyedül vissza lehet keresni, vagy ezt hordozza az ember, és megnyíl, a környezete látja inkább, hogy úgymond furán viselkedik ebben-abban, de ő maga nincs ezzel tisztában, mert számára az a természetes. Igen. Igen, a viselkedésben nyilvánul meg a kapcsolattartásban, és hogyha nem alakul ki egészségesen ez az autonómia, mert azért beszélünk egészséges szégyenről és toxikus szégyenről is, ugye az első részben beszéltünk egészséges szégyenről, amikor ad nekem egy keretet ez a fajta szégyenérzet, ahogy a Bibliában is megjelenik, hogy igenis szégyeli magát az ember, ha nem az igazság szerint él és működik. Tehát, hogy ez egy egészséges jelzőrendszer, a lelki ismeretünk, például. Igen. De amikor ez toxikus módon jelenik meg, akkor már a teljes személyiségre van hatással, hogy én vagyok értéktelen, én vagyok egy selejtes ember a többihez képest. Miket mondanak a szülők, amivel ezt létre lehet hozni? Haszontalan vagy, te nem viszed semmire. Tehát, hogy azért elég korán sajnos el tudják kezdeni a gyermekük sorsának az alakítását ezekkel a beszédekkel. Nem is gondolják, hogy ennyire erős hatása van. És nagyon érdekes, hogy megfigyelhető egyfajta spirál kialakulása is. Van is egy ilyen, nem tudom, vicce, vagy egy ilyen mondás, hogy mit csinálsz? Kérdezi az egyik a másiktól. Hát iszok. És miért iszol? Mert szégyellem magam. És miért szégyeled magad? Mert iszom. tehát, hogy olyan érdekes, hogy tényleg, ha valaki egy ilyen erős szégyenérzettel él, elkezd furcsán viselkedni. Ez nyilván ismét egy elutasítást fog kiváltani, amitől ismét elkezdi szégyelni magát, sőt, még jobban szégyelni magát. És azért ennek nagyon-nagyon mély következményei lehetnek lelki, mentális zavarokig bezárólag, tehát, hogy depresszió, olyan mély szégyenérzet, hogy inkább elrejtőzik az ember, semmilyen szinten nem meri vállalni magát, ettől magányos lesz. És ez ugye okozhat utána különböző szenvedélybetegségeket. Sajnos ez például megnyilvánul most nagyon erőteljes módon szexuális zavarokban is. Most úgymond rossz értelemben ez a divat, hogy ebben nyilvánul meg? Gondolom, hogy ennek is van köze a korszakokhoz. Szerintem igen. Most egy ilyen korszak is van, de sajnos az interneten megtalálható pornó, és különböző ilyen dolgok nagyon nem kedveznek. Különböző médiumok, Insta, TikTok. Ezt úgy lehet titokban, magányban tenni, és lehet nagyon tovább szégyelni magukat. Igen, és nagyon jól érzi az ember, hogy az emberi elvárásokhoz képest mégis ez egy szégyenteljes dolog, és ettől ugye még jobban belekerül egy mély verembe tulajdonképpen. Tartok tőle, hogy aránylag sokan magukra tudnak ismerni ezekben a folyamatokban, amiket leírsz, és a megváltásról beszéltünk ugye az első adásban, hogy a vádló, az ördögnek a vádlása alól ki lehet Jézus Krisztus által kerülni. De nyilvánvaló nem véletlen, hogy ennek van egy lélektani vonzata is, és lelkileg is ki kell ebből kerülni. Tehát, hogy itt mi az a kitörési pont, ahol elindulhat a
lelki gyógyulás, ez a visszafordítás ennek a, egyébként, ahogy leírtad, szinte visszafordíthatatlan folyamatnak, mert ugye az ember nem lehet újra kisgyerek, hogy elfogadják, és 40 évesen is még ezt fájlajla, akkor mi a megoldás? Mert majdnem olyan, mint amikor Nikodémus kérdezte, hogy hogyan mehet vissza az ember a anyja méhébe. Igen, igen, de nagyon érdekes, hogy tiszta bibliai megoldása van, mert ugyanúgy, ahogy Laci az első részben említette, hogy egyszerűen hittel kell elfogadnom Jézus Krisztusnak a megváltását, ugyanígy lelki aspektusból nézve is, egyszerűen ez a fajta igazság alapján szembenézés, tehát hogy merjek szembenézni a helyzetemmel, és itt nagyon-nagyon, hogy mondjam, becsapós a dolog, mert pont, hogy a szégyen még jobban megakadályoz bennünket, hogy szembe merjünk nézni az igazsággal. Pedig anélkül nincs kiinduló pont. Nincs, és nagyon érdekes, hogy a bűnvallás sem tud megtörténni például rendesen, úgymond az igazság alapján, ha ez a szégyen megakadályoz bennünket. És ez tulajdonképpen az ördögnek akár egy fegyvere, egy eszköze is tud lenni, hogy ne helyezzük az életünket az igazságra. De ugyanígy működik tényleg lelki szinten is, hogy ahogy említettem az első részben is, hogy jó ránézni a kapcsolatainkra, vajon kik voltak ezek a személyek, mi volt az a helyzet, ami minket esetleg egy ilyen szituációba hozott, megszégyenített, mik voltak azok a mondatok. És amikor így ránézünk, és megvizsgáljuk akár az igazság tartalmát, hogy vajon igaz volt az, amit ránk akkor mondtak, és ahogy szembesülünk ezekkel a fülünkben visszhangzó mondatokkal, emlékekkel, képekkel, újra tudjuk keretezni tulajdonképpen, és meg tudjuk vizsgálni, hogy ez rólam szólt, vagy inkább arról az emberről, aki mondta nekem, milyen indulatból mondta, milyen forrásból jött az a beszéd, és annyira jó tényleg Isten igéje alapján is, de ilyen módszerekkel is ezeket a dolgokat újra keretezni, és nem egy felszabadulást láttam ezután, hogy ki lehet jönni ebből a szégyenből. Hiszen, hogyha mi is, ahogy magunkat is egyre jobban megismerjük, egyre jobban el tudjuk fogadni magunkat az igazság alapján. Például az is az egy igazság, hogy én az összes hibámmal és jó dolgommal együtt is, jó tulajdonságommal együtt is én vagyok, így létezem, folyamatban vagyok, még úton vagyok, fejlődök. Igen, hogy ez is nagyon érdekes, hogy folyamatban vagyok, igen. Tehát azzal, hogy elfogadom magam, hogy vannak igen. hibáim, az nem azt jelenti, hogy belenyugszom. Pontosan, de ehhez a fajta kezeléshez fontos az önelfogadás. Igen. Mert ez is nagyon érdekes, hogy szoktuk mondani, hogy jó tulajdonságaim vannak, és rossz tulajdonságaim, és ez igazából nem teljesen igaz, mert vannak tulajdonságaink, nem feltétlenül kell minősíteni ezeket a tulajdonságokat, hanem inkább a tulajdonságok meglétének vagy hiányának mondanám. Uh-huh. Nem is nem negatív tulajdonságnak, hanem hogy én még nem rendelkezem azzal a pozitív tulajdonsággal. Tehát, hogyha mondjuk valaki irigy, akkor mondta, hogy még nem rendelkezem a jó szívűséggel. Igen, és azon, ha felismerem, és szembesülök vele, tényleg bátor módon szembenézek vele. Ez nagy bátorság kell, nem? Igen, tehát az ember elbújik talán legszívesebben a saját rossz tulajdonságai elől is, vagy saját hiányai elől is. Pontosan, de akkor a változástól vágja el magát. És ez nagyon fontos szerintem. És akkor soha nem is fog örülni magának, ha elbújik a változástól. Igen, én ezért nagyon szeretem a mentálhigiénét, hogy nem a, úgymond mindig a rosszal foglalkozunk, vagy a betegséggel, hanem hogy a lelki egészséggel, a megőrzéssel és a fejlesztéssel, hogy a lelki egészségből ne legyen betegség, és hogy még az egészséges is lehet még jobb. Tehát, hogyha akkor ez nem egy ilyen politikailag korrekt megfogalmazás, hogy nem azt mondom magamra mondjuk, hogy irigy vagyok, hanem vagy önző, hanem
hogy szeretném, hogyha sokkal nagyvonalúbb, nagylelkűbb lennék, akkor ez nem csak egyfajta elfedése annak, hogy voltak éppen az rossz, amit érzek, hanem ez már azt bizonyítja, hogy én szembenéztem ezzel, és nem szeretem, és szeretném kipótolni. Vagy, tehát, hogy érted, hogy igen, ne csak átrajzoljuk igen. a rosszat jóvá. Nyilván nem úgy értettem az átkeretezést, hogy akkor az irigység nem létezik. Nyilván az igazság alapján azt ki kell mondanom, hogy ez mondjuk irigység. De fölfoghatom igenis úgy, hogy nekem ezen a területen még fejlődnöm, változnom, esetleg megtérnem kell, és van lehetőségem változtatni, az én döntésemen múlik. Tehát a szégyen is egy ilyen szociális érzelem, ami érzelem, amiről van, hogy nem tehetünk, sőt, olyan érdekes, hogy teljesen váratlan szituációkban tör rá az emberre, testileg is kimutatható tünetekben a szégyen. De ha az ember felismeri ezt, akkor onnantól kezdve már az én felelősségem, hogy azzal az érzelemmel mit kezdek. És ez azért nagyon fontos, mert ebből az érzelemből, a szégyen érzetből, és minden érzelemből, ha nem jól állunk hozzá, bűn is lehet. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit kezdünk azzal az érzelemmel, és ez már a mi felelősségünk. Talán ez is nagyon fontos a szégyen legyőzéséhez, hogy vállaljam a felelősséget. Tehát, hogy azt a fajta autonómiát, amit leírtál egy másfél-két évesnél, azt felnőttként is kell, hogy van hiányosságom, de vállalom érte a felelősséget, hajlandó vagyok érte tenni, hajlandó vagyok változni, tehát akkor nem lehetek annyira rossz ember, ha hajlandó vagyok változni. Abszolút, és nagyon érdekes, hogy ahogy említettük az előző adásban, hogy ennek a szakasznak a nyeresége, az erőforrása az akaraterő. És hozzáállhatunk ehhez úgy is, hogy ez van, nem tehetek róla, ennyire kevés akaraterőm van, de nagyon fontos. Ez nem fontos. Felelősségvállalás. Ez nem. És nagyon fontos, hogy ezt is lehet fejleszteni. És mint minden jó dolog, kicsiben kezdődik el, és itt is lehet kicsiben és lépésenként haladni. És az egész emberiség türelmetlen, na. Ebben nem tudunk segíteni. Ebben nem tudunk, és nem szabad türelmetlennek lenni, mert tényleg a jellemformálás, a léleknek az üdvösségének a megszerzése is tulajdonképpen egy folyamat, egy idő van, hogy egy élet munkája. Hiszen törekszünk a tökéletességre, de még nem értük el. De jó erre törekedni, tehát ez fontos szerintem. Tehát nincs az a pont, amikor azt mondom, hogy én már jól vagyok, így most már senki ne akarjon tőlem semmit. Sőt, hát azért ehhez nagyon hozzátartozik az, hogy ebben a mások nem szeretete van, mert akkor engem el kell, hogy viseljenek így vagy úgy, és azért az... Hát kötelezem őket, hogy így viseljenek el, és ehhez nem biztos, hogy jogom van. Nem, mert azért az is bűn, ha a mások életét ilyen módon akár megkárosítom. Igen. Tehát, hogy azért ez mégiscsak az én felelősségem, hogy milyen embert adok át a másiknak a beszédemmel, a cselekedetemmel, hogy ő profitáljon belőlem. Tehát, hogy ne rosszul járjon velem, hanem profitáljon belőlem. És ezért nagyon jó, hogy a szégyen témájánál és a kezelésnél ugye az akaraterő fejlesztése, fontos dolgozni az önelfogadáson, ahogy említettük az előbb, hogy ez az alapja. A rendezés, ugye itt nagyon fontos, hogy ezért fontos különbséget tenni a szégyen bűntudat, vagy hogy milyen forrásból ered a szégyen. Mert ha abból ered a szégyen, hogy én valaki ellen vétettem, akkor nyilván annak megvan a rendezési útja, módja, hogy kérjek bocsánatot, tegyem jóvá, azt nem a lelki szinten kell kezelni, és amikor viszont ilyen akár szociál, pszichológiai fejlődési megakadás van, azon is tudok dolgozni, csak akkor azt máshogy kell megtennem. Hogy kezdesz hozzá egy ilyen beszélgetéshez? Nyilván ahhoz kell önállóan egy felismerés. Milyen szintű felismerés elég ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk téged megkeressen, hogy elő tudja adni a problémáját?
Nyilván én így a pásztorlás szolgált miatt is keresnek meg sokan, és akkor ezért így a kettőt én összekötöm, a szakmát és a teológiát, ami szerintem fantasztikus, mert hát ugye összetett az ember, nem lehet külön-külön foglalkozni. És hogyha valami fizikai sérülése lenne, még az első segélycsomagot is elővennéd. Igen, van ilyen is, amikor lelki megakadásoknak tulajdonképpen testi betegség oka van például. Tehát, hogy nagyon jó szerintem így ilyen szempontból is vizsgálni mindenképpen egy embert, de amikor jön hozzám, beszélgetünk, akkor ugye nagyon fontos a kapcsolat és a bizalom megteremtése. Aki így erős szégyennel érkezik, nyilván addig nem fog tudni megnyilvánulni, amíg nem érzi felőlem azt a fajta elfogadást, feltétel nélküli elfogadást, szeretetet, és akkor megnyílik, mert már kialakul a bizalom, és ugyanígy működik szerintem az Istennel való kapcsolatban is. Megérezzük ezt a szeretetet, kialakul a bizalom az Úr felé, és ki tudjuk magunkat tárni, ki tudjuk önteni azt a sáros vizet a pohárból, és akkor tud elkezdődni ez a folyamat. És derül ki, hogy tulajdonképpen önmagáról beszél, olyan módon szégyeli magát, hogy az én kép önkép sérül, vagy magáról a cselekedetről, ami miatt szégyeli magát. Tehát, hogy mert más akkor a gyógymód. Igen, és innentől kezdve másra az útvonal. Mi van még ezzel kapcsolatban a tarsolyodban, amire én most így nem kérdeztem rá? Hát ismét nagyon sok minden. De hogy tényleg ez a lényeg, hogy a szégyen az tulajdonképpen a feltétlen szeretet átélésének a hiánya. És itt tudunk segíteni az embertársainknak, itt tudunk szülőként nagyon segíteni a gyermekeinknek, hogy amikor esetleg hibáznak, de meg akarnak felelni nekünk, akkor nyilván azt mi a helyén kezeljük, nem minősítsük például a kisgyereket, hanem magáról a cselekedetről beszélgessünk el, és biztosítsuk a feltétel nélküli elfogadásunkról. És akkor azzal egy jó alapot adunk, hogy csak a megfelelő cselekedetekből kelljen neki megváltozni, és azt helyrehozni, de legyen hozzá elég önszeretete, önelfogadása, hogy erre képes is legyen. És így akarat ereje is. És így akarat ereje is. És ez elengedhetetlen, igen, mert ugye akarat elő nélkül mondjuk maradnak a szenvedélybetegség kiútként, igen, de hát ugye az nem kifelé vezet az az út. Igen, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy a strucc politikával hagyjon fel. Már a struccok is fölhagytak állítólag bele. És bátran nézzünk szembe a sebzettségeinkkel, és ebből van kiút, és vállalni lehet, és kell ezt a munkát, mert ha nem tesszük, azért nagy felelősségünk, mert a sorsunk múlhat rajta. Meg környezetünk is, nem? Gondolom a szeretteink sorsát is befolyásolja. Pontosan, a szeretteink sorsa, de ha csak önzőmódon nézzük, akkor a mi sorsunk is, hiszen a szégyenből egy olyan bénultság állapota következik, hogy nem mer az ember dolgokat megtenni, felvállalni, egy ügyért kiállni. Ugye azt írja az Isten igéje, hogy aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is fogom szégyelni majd a mennyei atyám előtt. Tehát, hogy bátraknak kell lennünk, és hogyha bátran bevállaljuk ezt a munkát, akkor a sorsunk is jó módon fog alakulni. Ez nagyon reménykeltő felütés a végére. Nagyon köszönöm, Erika. Tudom, hogyha valakit szemben ülne veled, akkor még nagyon sok mondani való lenne számára, de talán ebből is értjük már, hogy ez mennyire fontos, és hogy milyen pontokon lehet elkapni ennek a fonalát. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Szabó Erikával beszélgettem.